Szeretettel köszöntöm nézőinket. A párosan szép mai vendége Mihály Tamás, akit ugye az Omegából az Omegás Mihály Tamás nagyon jól ismerünk, de azért úgy egyébként is Mihály Tamás, szóval vannak még egyéb jó tulajdonságai is, erre majd sor kerül a műsorban. A másik vendégünk pedig testvére, Mihály György, akinek az interkomos múltján kívül még egyéb más jó tulajdonságai is vannak, de hát akkor erről is majd szó esik. Van jó tulajdonságod? És ez így fog menni egész este. A ti édesapátok Mihály András a jeles zeneesztéta, karmester, a magyar zenei irodalomért nagyon sokat tevő és a zenei kultúráért nagyon sokat tevő ember volt. Az Operaháznak is volt az igazgatója, de jobb lenne, hogyha akkor inkább a Tamás, mert ez egy jó megszólalási lehetőség, hogy ezt elsoroltam. Pont a két legfontosabb maradt le, az egyik az, hogy kiváló zeneszerző volt, igen, akinek egy-két darabja biztos, hogy a zeneirodalom részévé válik. A másik pedig az, hogy én azt hiszem 30 éven keresztül, de 25 biztos, a legjelentősebb kamarazenetanár volt a Zeneakadémia tanszékvezető tanára, aki elmúlt évtizedekben nem volt olyan művész, aki valamire való karriert futott volna be, és nem lett volna az ő tanítványa. Hogy lásd, hogy mennyire készültem, és vidám mosolya a szignál ezt a dolgot. Ő volt az, aki ezeket a világhírű vonos négyeseket, ugye, mert hogy kamarazenekar tanár volt. Tehát nem a kamarazenetanár volt, igen. A Bartók vonos négyes, és a többi. Tehát ezek a vonos négyesek, ezek mind az ő keze alól, szárnya alól jöttek ki. Olyannyira, hogy a Bartók vonos négyes, ez nálunk ahol laktunk, a lakásunkban vendégek voltak, mert milliószor előfordult, hogy külön foglalkozott velük, amikor valami nagyon fontos fellépésre indultak, akkor eljöttek a tanár úrhoz, mert tanár úrnak hívta mindenki őt, eljöttek a tanár úrhoz előjátszani, vagy megmutatni a darabot, és megkérdezni, hogy a tanár úr mit szól hozzá, és a tanár úr az mindig szólt hozzá. És tehát, ilyenkor ti ott voltatok? Hát mert fülünk a kilincsen, mert bent nem lehettünk, amikor ő tanított, de nyilván fülünk a kilincsen, és hallgattuk, hogy egyrészt hogy muzsikálnak, mert hát ez egy nagyszerű. Tehát ez egy olyan kivételes szerencséje a magyar zenei társadalomnak, hogy négy ilyen kivételes tehetségű ember került össze egy vonos négyesbe, mert ugye a vonos négyes az tulajdonképpen négy szólista, akik együtt zenélnek, és alázatosan egymáshoz alkalmazkodva, és a műhöz alkalmazkodva zenélnek. De az négy szólista képességű embernek kell lenni. És ez óriási volt a Bartók vonos négyes. És azt mondta a Komlós Péter, a Bartóknak, a Bartók vonos négyes első hegedűse, hogy a Bartók vonos négyes öt tagú, az ötödik tagja az Mihály András. Hát igen. Igen. Érzékeltétek-e, tudtátok, hogy az édesapátok az egy ilyen korszakos nagy ember? Tehát ugye egy gyerek az abból, hogy mit tudom én, az utcán megállítják az anyukáját vagy apukáját, abból talán érzékel valamit, de az, hogy tényleg ő egy ilyen nagyon nagy jelentős alakja a magyar kultúrának, ezt lehetett érzékelni gyerekkorban? Tehát amikor valakinek az apja lefekvéshez készülődik, és Einstein van a kezében, mert hogy pihenésképpen mondjuk Einsteint olvasott, abból már egy ilyen gyermeknek is valami következtetésre van lehetősége. De olyan különlegesen sokat tudott kultúráról, olyan sok mindent mutatott meg, amikor tanított, zenészek mondták, hogy annyit tanultak festészetről, irodalomról, történelemről, miközben kamarazenét tanított nekik. Elképesztően művelt pasas volt, ami egészen különleges. A zene az mennyire volt kötelező egy ilyen családban? Kötelező semmi nem volt. Minden szabadon választott. Jó, persze az iskolába el kellett menni, tehát abban nem volt pardon. De ő soha semmit nem erőltetett. Tehát tulajdonképpen a pedagógia egyik legfontosabb alapelve, hogy a gyerek magától jöjjön rá arra, hogy mit szeret és mi akar lenni. Persze van ugye a bűnügyi irodalomban a ráutaló magatartásnak nevezett valami, tehát hogyha, mit tudom, én csellóztam, és a kis feles csellómon, és hogyha egy dalomot szépen eljátszottam, akkor az úgy megcsillant valami az arcán, tehát hogy ez tetszik, ez ügyes ez a gyerek.
és bátorított, hogy érdemes nekem hangszert tanulni, mert van hozzá érzékem. De kötelező semmi nem volt. Az egyik apropója, hogy jöttetek, az ez a könyv, Mihály Tamás Basszus Omega, ez a basszus, ez lehet egy ilyen közhasználatú szónak is a pótlója. Csak azért említettem ezt, mert hogy vajon hogy vélekedett édesapátok az ilyenfajta popzenékről, meg könnyű zenékről akkor, amikor ti nektek még közöttök sem volt ehhez? Akkor nem tudom, hogy vélekedett. Az én kapcsolatom a popzenével az már erősen a gimnáziumi évek közepére esett. A Gyurka az még általános iskolás volt, amikor úgy először hallgattunk ilyen tiltott gyümölcsöket, tehát Beatles, Rolling Stones, stb. Az azért később volt jóval. Amikor én úgy döntöttem, vagy úgy éreztem magamban annyi erőt, hogy tényleg zenész pályára menjek, mert ugye aki egy általános pályára megy, az tulajdonképpen ráér az gimnáziumi érettségi környékén megtanácskozva a családdal valamilyen pályát választani. Most akkor a jogira megyek, vagy a bölcsészkarra megyek, vagy az orvosira. Mi a zene az nem is hát volt? Hát a zene az nem ilyen, mert a zenész az a 8-10 éves korában már komoly elhatározásra kell jutni, mert az otthoni prüntjögés és a konzervatóriumi felvételi között jó nagy különbség van, mondjuk napi 3 óra gyakorlása különbség. Tehát valaki vagy lemegy fotballozni a térre, vagy otthon ül a hangszere mellett és gyakorol, mert bizony a komoly zene az nagyon komoly gyakorlást igényel. Mondjuk a sok mindenkivel mesélik, én a Richterrel hallottam azt a történetet, hogyha egy napig nem gyakorolok, azt észreveszem én. Ha 2 napig nem gyakorolok, már a feleségem is észreveszi, és ha 3 napig nem gyakorolok, akkor már a közönség is. Tehát a komoly zenésznek minden áldott nap gyakorolni kell. És ha eldöntöd, hogy te komoly zenész akarsz lenni, és te a Bartók Béla zeneművészeti szakiskolába felvételizel, akkor bizony hosszú órákat kell gyakorolni. Tehát ez a különbség mondjuk az általános szakmák és a speciális szakmák között. Említetted a csellót, tehát akkor te csellóztál? Csellóztam, igen. És öcséd, Gyuri, zeneileg? Én sajnos hegedültem, ami nem volt egy nagyon szerencsés választás, amikor az elsőben a szolfést kellett tanulnunk, és azt imádtam. Bárdos Tamás volt a tanárom, és első voltam a csoportomban. Aztán a kezembe kaptam úgy a hegedűst. Úgy első, hogy te voltál a legjobb, ez igen, azt jelenti? Igen. Aztán a kezembe kaptam a hegedűt, ami egy teljes tévedés volt, mert sajnos jó fülem van, és baromira lusta voltam. És a hegedűhöz meg kitartás kell, és lehetőleg süket némának kell legyél, hogy az első 3 évet kibírd, amíg nem találsz egy tiszta hangot a hangszeren. Úgyhogy egy évig nyüstöltem, aztán a vizsgán apámnak egy kollégája volt a tanár, és azt mondta nekem, hogy ha nem a Mihály András lenne az apád, akkor megbuktatnálak, így kapsz 2-est. Amire én mondtam, hogy meg a tanár úr a hegedűjét, és távoztam. Így lett végig az én zenész pályafutásomnak, így van. És a Gordonka az nem egy olyan nagyon komoly szólóirodalmi háttérrel rendelkezik a zeneirodalomban, szóval miért éppen a Gordonkát kaptad? Hát családi indítatás, ugye az apu eredetileg csellista volt, később lett belőle kamarazenetanár, dirigens, operaigazgató, STB. Akkoriban, bocsáss meg, ott cselló szakon végezte el a Magyar Királyi Zene Akadémiát. Amennyire a zenetörténelemből ismerem, akkoriban voltak azért ilyen nagy sztárok, meg később is a Gordonka, ügyben a Pablo Casals, ugye? Igen. Aztán utána a Mstislav Rostropovics. Szóval kettő között még a Starkert ne hagyjuk ki, aki azért a háború után évek, amikor még a Rostropovics nem volt ismert, a Starker János volt a leghíresebb csellista, akivel együtt járt a Magyar Királyi Zene Akadémiára, csak a Starker János kiment Amerikába, az apu meg nem. Uh-huh. De visszatérve a kérdés másik felére, van irodalma, van. A Dvorzsák írt egy nagyszerű csellóversenyt, a Hegyn, modern szerzők is írtak, többek közt apámnak van egy csellóversenye, ami szerintem biztos, hogy a zenei irodalom részévé válik, mert azt folyamatosan játsszák csellisták. A Perényi Mikinek írta, vagyis hogy ő mutatta be, és azóta is repertoáron tartja. Már eljátszotta a világ nem tudom
hány országába. Az, amit a nagymesterek kamarazenei szólamokba írtak, az nem, hogy nem könnyebb, hanem tulajdonképpen technikailag rendszerint még nehezebb, mint az úgynevezett szólózene, de mindig úgy kell előadni, hogy közben ez a bizonyos kapcsolat a másikkal, ez az állandó váltakozása a vezető szerepnek, ez is megmaradjon. Tehát egy óriási technikai fölkészültséget és egyben egy állandó szellemi feszültséget követelő műfaj. A másik dolog még érdekesebb, itt kell megtanulnia a növendéknek azt, hogy egyéniség maradjon akkor is, amikor más egyéniségek csinálnak konkurenciát a számára. Bizony könnyebb az úgy lenni egyéniségnek, úgy lenni szuggesztívnek, ha az ember mellett nincsen partner, nincs konkurens. Nehezebb dolog az, amikor egy vagyok a sok közül, és mégis magamnak kell maradni, állandóan szuggesztívnek kell maradnom, akkor is, hogyha a zeneszerző kívánsága következtében egy pillanatra háttérbe kell vonulnom kísérletbe. És hogyha Tamás, hogyha most neked kéne odaülni a csellóhoz, akkor és akkor nagy bajba lennék. Akkor térjünk erre vissza meg egy év múlva. Meg mi is nagy bajba lennénk. Az egy év gyakorlás legalább. Hát múltkor megfogtam egy, nem is csellót, ami azért egy technikás hangszer, hanem csak egy nagy bőgőt, és nem tudtam vele mit kezdeni. Tehát sajnos azt tudomásuk kell venni, hogy a hangszeren gyakorolni kell. Ezt mondtam az omegás kollégáknak is eleget életemben. Ami a hangszered, azon sajnos gyakorolni kell. Egy titkot ti tudhattatok-e, megtudhattátok-e azt, hogy hogy létezhetett az, hogy édesapátok Mihály András ugye fantasztikusan népszerű ember és közszeretetnek örvendő ember maradt, és akkor is, amikor például az operaház igazgatója volt, akkor is ugye tanszékvezetőként a Zeneakadémián hosszú éveket. Tehát, hogy én nem hallottam róla soha rosszat mondani. Valami titka lehetett ennek, ti tudjátok ezt, hát, hogy lehet? Nagy betűvel írt ember volt. Hát ezek olyan nagy frázisok, amiket fogtat az ember, de igazak. Amikor 93-ban meghalt, akkor ugye, mint Kossuth-díjas, kétszeres Kossuth-díjas, kiváló művész, az opera volt igazgatóját, felravatalozták az opera előcsarnokába. Az akkori igazgató, akinek nem mondom a nevét, nem találta módját, hogy lejöjjön és elbúcsúzzon, viszont azon kívül mindenki ott volt. És oda jött hozzám a Melis György, szintén kétszeres Kossuth-díjas, kiváló művész, egy nagyszerű énekes, és így odahajolt hozzám, és azt mondja, tudod, fiam, ma mit temetünk? Hát mondom, én azt hiszem, hogy tudom. Szóval nem tudod, ma temetjük a színvonalat, mondta. És ez volt 1993-ban. Tehát őt mindenki szerette, és mindenki tisztelte, és mindenki elismerte. Senkivel szemben nem volt nagyképű, nem ordibált, nem hepciáskodott, egyszerűen egy nagy betűvel leírt ember volt. Előre köszönt a portásnak is. Olvastam már róla, és tényleg nagyon nagy szeretettel viseltettek én is az ő személye iránt. És egy valamit megjegyeztem, hogy ő egy nappal késett le a nagy októberi szocialista forradalomra. Nem, megelőzte. Mert 1917. november 6-án született. Hát igen, úgy értem, mert ha egyel később, akkor együtt indult volna. Ja, igen. Szerintem több hasznot hajtott az emberiségnek, ez csak az én magád élményem. Ő volt a cigarettás ember, rengeteget dohányzott. Igen, de ez a dohányzás dolog, ez azt gondolom, hogy a 20. század végére, meg főleg a 21. század elejére átcsapott a másik végletbe. Megint leestünk a ló túloldalára, mert igen, nagyon nagy dohányos volt, és igen, a dohányzás az egészségtelen dolog. De rajta kívül még sok millió ember dohányzott. Abban az időben ez nem volt egy kiélezett téma, hogy ki az, aki dohányzik, vagy nem dohányzik. Uh-huh. Minden középületben lehetett dohányozni. Az ember persze elment egy társaságba, akkor megkérdezte, hogy szabad rágyújtani. Én is nagy dohányos voltam. 40-valahány évig füstöltem. Éppen ma 3 éve hagytam abba a cigarettázást. Azért, mert lehetetlenné tették a dohányzást. Nem azért, mert oly egészségtudatos vagyok, hogy ennyi, és akkor nekem meg kell olnom magamat. Az apu idejében az teljesen természetes volt, hogy az emberek dohányoztak. Volt, aki nem dohányzott, a többség dohányzott. Imádok régi amerikai filmeket nézni, ahol egyfolytában füstölnek. Na én ezért emlékeztettelek benneteket, arra már nem kell emlékeztetni, mert nagyon sok olyan portréfotója van, ahol ilyen cigarettával van, meg még füstöl. Hát az értelmiségnek volt egy ilyen védjegye, tehát egy értelmiségi fotó,
simán belefért, hogy éppen egy jó ízűt slukkol a cigarettából. De nem csak a zenészeknél, íróknál, filmeseknél. És a nőknél az meg külön azt jelentette, hogy ő nagyon intellektuál, hogyha ilyen cigivel. Hát meg nagyon független, nagyon modern felfogású nő, aki... Lásd Karádi Katalin Lásd például, Karádi ugye? Katalin, így van. Eljutottunk odáig, ugye, hogy te csellóztál, te jól csellóztál, a Gyuri a hegedűt abba hagyta. Ezt pontosan nem értettem, hogy azért, mert a hegedű volt rossz, vagy te voltál rossz. Nem passzoltunk egymáshoz. Nem passzoltatok egymáshoz. És akkor azután, ugye már amikor te ezt a hegedű traumát megérted, akkor te már elég közel lehettél az Omegához, illetve a könnyű zenéhez. Hát nem, akkor én éppen a Bartók Béla zeneművészeti szakiskolába jártam. Lánykori nevén Konzi, konzervatórium. És sokáig, én nagyon sokáig komolyan gondoltam az én művészkarrieremet, de egy idő után, ahogy a könyvbe írom, egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy lehet, hogy vannak nálam jobbak is ezen a bizonyos csellószakon, és ha az előbb firtattad, hogy van-e irodalma, van irodalma, de szóló csellistából az igény az sokkal kisebb, mint mondjuk zongoristából vagy hegedűsből. Tehát egyszerűen a piac úgy alakult ki, hogy két fő szólóhangszer van, akikből nagy a felvevő képessége a piacnak, a zongorista meg a hegedűs. No, meg az énekes, de ahhoz aztán abszolút nem volt semmi affinitásom ahhoz, hogy énekeljek. Bátyádat, hogy láttad, hogy az ilyen szerepléseket, azt hogy viselte? Mert erről van nekem egy külön oposzum a kis véleményeket. Szóval szeretett ő a színpadon lenni? Mert ugye ez azzal járt. A konziban úgy kell vizsgázni, hogy kimegyünk és vizsgázunk. Hát akkor, amikor konzis volt, akkor én még nem nagyon láttam őt színpadon, akkor csak csodáltam azt, hogy megszólal egy ilyen furcsa holmi a keze alatt, és nem is akárhogy szólalt meg a keze alatt. Szóval ő egy igen szerény pali. Na akkor hallgassuk őt, hogy a színpad. Baromi jól csellózott. 19-20 éves volt, amikor könnyűzenészként kiment a színpadra. Én meg 13-14 éves gyerekként bujkáltam ott. Az első alkalom, amikor én őt láttam, az talán az Ötvös Klubban volt, ahol az Omegában játszott, ahol neki egy Zelmer Góliát nevű
ilyen baromi nagy hangfala volt, és amikor jöttek a rendőrök igazoltatni, és csak azt hiszem, hogy 16 éves, fiatalabbak nem mertek be, akkor engem simán eldugtak a basszus hangfal mögé, és így úsztam meg a dolgot. Akkor ő még nem szürke eminenciásként kezdte ő atomian a pályafutását, hanem kemény basszus gitárosként, baromi nagy hangfallal, és nagyon nagy tudással. Szóval kedvesen megdicsért az öcsét, de a kérdés az az volt, hogy neked mennyire ízlett a színpadon lenni akkoriban, amikor ugye ez kiderült, hogy ez anélkül nem megy, hogy kimész a színpadra. Igen, szóval én világéletemben is nagyon drukkolós voltam. Tehát nagy koncert, kis koncert egyébként sincs. Tehát ha öt ember van a nézőtéren, akkor is koncert van. Mondtad a konzi vizsgákat. Ugye ott az volt a nehezített pálya, hogy a konziban a többi vizsgázó ült a kvázi nézőtéren. Konzinak volt egy kis terme, és ott vizsgáztunk mindig. Tehát ott gyakorlatilag a többi csellista, meg a többi hegedűs ült, és nekik kellett játszani. Arról rettenetesen izgultam. És a mai napig is minden koncert előtt van, vagy volt bennem egy nagyon komoly druk, hogy minden jól menjen. Ennek egy része persze technikai druk, mert ugye egy technikaorientált műfajban ugye a Parkinson törvényei szerint, ami elromolhat, az előbb-utóbb el is romlik. Tehát milliószor volt az, hogy ez nem szólt, az nem szólt, ez lefüstölt, ahogy a könyvbe írom. Lefüstölt a Zelmer Góliátom, meg szóval minden lehet, meg el is ronthatják, meg eltévedünk, meg elrontjuk a nótát, meg nem figyel oda, meg hamis, meg mit tudom én micsoda. Tehát én minden egyes alkalommal, amikor felmentem a színpadra, volt bennem egy nagyon komoly druk, hogy minden jól sikerül. Most már a zenekarról beszélsz? Most már az Omegáról? Mert akkor ezek szerint te nem csak magadért, hanem az egész zenekarért éreztél felelősséget, meg hát akkor... Hát igen. Hát valakinek ezt a bandát össze kellett rántani, hogy azért az rendesen megszólaljon, meg mindig azt szóljon, aminek köll éppen. És ez akkor te voltál, aki ezt végül is összerántotta? Hát jó, egy pár évtizedig igen. A Gyuri nagyon bólogat ez. Persze. És hogy nem toltad egy kicsit magad előbbre? Nem arra való vagyok én. Vagy legalábbis úgy gondoltam, hogy és megint csak vissza kell utaljak a könyvre, hogy tiszta véletlen. Mondjuk a Szörényi Szabolcs vagy én, legalább olyan fontos tagjai voltunk az Illésnek, én meg az Omegának. Nem az volt a feladatunk. Arra van egy frontember, aki előre megy, és szórakoztatja a közönséget. Hátul kell valaki, aki biztosítja azt, hogy felhőtlen legyen az a szórakozás, és mindig az történjen hátul, aminek kell történnie. Na, ez volt az én feladatom, és ezt én azt gondolom elég jól menedzseltem egy pár évtizedig. Az olyan nagyon vicces volt látni, még nagyon sokszor voltam Omega koncerten, úgyhogy oldaltan a színfalak között ácsorogtam. Tomi viszonylag hátul állt mindig, tehát ő befogta az egész színpadot, hátrébb volt, vagy nagyon közel volt a dobhoz, és onnan mindenkit lehetett látni. És én minden hangot ismertem a zenéből, és hogyha valami balhé kezdett lenni, akkor csak egyet villant a szeme az illetőre, aki eltévedt, és már megint minden rendben is volt. Szóval mint egy karmester, aki hátulról vezeti a zenekart. Nagyon sok legenda van arról, hogy miért, kiket, miként vettek be különböző zenekarokba, mert ugye annak idején az, hogy valakinek cucca volt, valakinek volt megfelelő hangszere, meg hangos... Vagy anyagi háttere. Meg anyagi háttere, igen, meg hangosító berendezés, szóval ezek azért mind számítottak. Nálatok volt valamiféle ilyen kompromisszum a zenekartoborzásnál? Nekem pont az ellenkezője volt, mert... Úgy kezdődik a könyv, hogy sétálok a Váci utcán, és szembe jön velem a Laux, aki már kinézett magának, mert azt mondta, hogy ez a Pali, ez tudja, hogy kell zenélni, ismeri a Kottát, egy iskolázott zenész, ez kell nekünk, és lecserélt engem, a régi basszusgitárosukat elküldték, aki viszont egy kiváló műszaki ember volt,
csak zenésznek nem volt igazából jó, de az egész Omega cuccot, ami egy nagyságrendel volt jobb, nagyobb is, meg jobb is, mint az összes többi bandának a hangszer, azt az én elődöm tervezte, és a fiúk együtt építették. Tehát öt cserélte le egy olyanra, aki viszont basszusgitáron jó. Úgy kerültem én az Omegába. Nekem nagyon tetszik, hogy ahogy a könyvben is megírtam. Ezt mondtad itt a műsor előtt, amikor beszélgettünk, hogy tulajdonképpen semmi más nem tudsz mondani, mint ami a könyvben van, mert minden benne van a könyvben. Az igazság, hogy másfél évig ebben éltem, és minden mondatát kétszer megrágtam, és azt gondolom, hogy tudom ugyan, mert már egy hosszú listán van arról, hogy mit felejtettem ki a könyvből, de azért, ami történt velünk, annak azért a jelentős része az benne van. Ugye az a címe, hogy Basszus Omega, ami hát egy ilyen más hasonló szótaggal kezdődő szót is helyettesített olykor a köznyelvben. Most akkor ezt muszáj megmagyarázni, hogy akkor nálad ez most azt a szót is helyettesíti, vagy csak ez ilyen... Igen, ez egy szójáték. Az eredeti címe csak annyi volt, hogy Basszus. Uh-huh. Ami ugye hát egyrészt a gitárom, vagyis a szerepem a bandába, másrészt az utóbbi időben lett egy ilyen nem túl bántó, inkább olyan jópofa indulatszó a magyar nyelvben, ez a basszus. Tehát basszus otthon felejtettem a nem tudom micsodát. Tehát ez a kettősség, ez szerintem simán belefért volna. A kiadónak volt a kérése, hogy azért írjuk mellé azt, hogy Omega. Érdekes, hogy nekem meg egy harmadik asszociációm volt, amikor megláttam a címét, mégpedig az, hogy te vagy az az ember a családban is, meg a bandában is, aki, hogyha szét akar akulani a dobok, akkor azt mondod, hogy na, ne hülyéskedjetek már, csináljuk máshogy, majd basszus, szedjétek már össze magatok. Még egyszer visszatérve a címhez, én ezt egy egyszerű jópofa figyelemfelkeltő címnek szántam, nem sok indulatot vittem bele, őszintén szólva. Hát igen, játékos, az mindenképpen játékos és jópofa, és belefér ebbe a sok minden, ami benne van. Azt mondd meg, hogy neked mi a véleményed, meg aztán a Gyuri véleményére is kíváncsi vagyok, hogy van-e benne olyasmi, amin valaki esetleg hát vagy megsértődik, vagy ugye a határára kerül annak, hogy most ezt nem kellett volna elmondani, mert ugye nagyon sok minden új információ ki van beszélve, jó magyarosan fogalmazva. Igen, de amitől megsértődhetnének, azt végül is nem írtam bele. Tehát amit beleírtam, az egyáltalán nem tartom sértőnek. Inkább sztorizósnak, jópofának, kicsit olyan csipkelődőnek, fricskázónak érzem, semmiképpen se sértőnek. Sérteni senkit nem akartam, és szerintem nem is sértettem meg senkit. Talán egy pár olyan dolgot elmondtam a kollégákról, amik nem voltak köztudottak. De hát hiszen egy 200-valahány oldalas könyvet írtam, azért abban muszáj olyan dolgokat elmesélni, amik tényleg nem a szokványos. Mert ugye ebbe a tévébe, a másik tévébe, a tizedik tévébe, a huszadik tévébe beívnak, és még elmondja az ember, hogy azt az öt jópofa történetet. Egy idő után unalmassá válik. Most leírtam egy csomó olyan történetet, biztos, hogy még nem jelent meg sehol. Gyuri, felvállalod, hogy te vagy a könyv lektora, vagy kritikusa, hogy nem. Ezzel a sért, akkor még azt se tudod, mit akarok kérdezni, és már nemet mondasz. Tehát, hogy most a te szemszögedből van-e olyan, hogy esetleg valaki azt mondja, hogy na hát ezt nem kellett volna. Te is nem azt mondod, hogy nem? Nem. Én szerintem ez egy nagyon szelíd tükörképe annak az 50 évnek, amiről mesél. Nekem inkább egy olyan izgalmas, azért izgalmas ez a történet, mert van egy borzasztó népszerű témája ez a zenekar, az Omega nem zenekar, és miközben erről a zenekarról mesél a Tomi, akizben annyi mindent meg lehet tudni erről az 50 évről. Meg lehet tudni, szóval, ha én így elkezdek mesélni a gyerekeimnek, akik tinédzserek, arról, hogy mi volt a 60-as meg a 70-es években, akkor a harmadik percben harsányan hortyognak. A Tominak sikerült erről a korszakról úgy mesélnie, hogy közben ezt a
zenekart használta tulajdonképpen vívőanyagnak hozzá. És ez szerintem egy nagyon nagy dolog. Nem csak családi körben, és nem csak a zenekarban erős ember a Tamás, hanem egy ilyen műsorban is, mert tulajdonképpen abszolút a dramaturgiává vált ennek a mostani műsorunknak, mert ugye mondtam, hogy na majd a végén egy kicsit beszélünk a könyvről, és annyit mutogatott a könyvre, hogy ezt nem lehetett már hagyni, ezt muszáj volt elővenni ezt a könyvtémát. Ez az egyik, a másik tanulság pedig, hogy én meg gyenge vagyok. Látjátok, egyszerűen nem erőltettem itt végig azt, amire gondoltam, de viszont az Intercomot, meg sok minden más nem hagyunk ki. Hiszen te vagy az Intercom egyik alapítója, Andy Vajnával együtt, ugye te voltál az első tulajdonosa ennek a cégnek, amit máig is sokan Gárdos nem értenek. Istvánnal. És Gárdos Istvánnal, és amit máig sokan nem értenek, ugye, hogy te kiszálltál ebből, eladtad a részedet, és a többi, és a többi. De még mielőtt ezt mondod, ott van valami nagyon érdekes része az életrajzodnak, hogy egy jó ideig ezelőtt te Svájcban éltél. Azt mondjuk el, hogy ugye te névházasságot kötöttem. Névházasság? Ezt így felvállalod? Persze. Már elévült. Igen. Névházasságot kötöttem. Elfogyott a levegő, 1978-79-et írunk. Nem csak körülöttem fogyott el a levegő, hanem én akkor zenészeket menedzseltem. Két kollégámnak ugyanúgy elfogyott. Mondjál azért neveket, mert az egyik zenész, amennyire tudom, a feleséged is. Igen, volt. Igen, Bódi Magdiát körülötte volt az én munkám leginkább, tehát amikor a V73-mal dolgozott, akkor őket segítettem, amikor az Apostolokkal dolgozott, akkor velük dolgoztam, volt egy korszak, amikor saját zenekara volt. A Magdinak lett egy nagyon komoly kelet-európai karrierje, és abban nekem valami pici szerepem volt. És aztán... Bocsánat, egy mondatot, hogy Lengyelországban voltam akkor így egy ilyen túrán egyebeken, és akkor láttam egy csomó helyen kitéve a Bódi Magdi plakátját, ezzel a, hogy 146 centi ezzel a izével, és ezt nem felejtve, és mondtam, hogy na, gyerekek, van egy világhírű énekesünk. Igen, igen. A legkisebb énekes az a miénk volt. Kerítettünk egy Gottlieb Gyuri nevű két méteres srácot, aki ráadásul 150 kiló volt, odaállította a Hegedűs Gyuri fotós, a Gyuri Eli, a Magdit, és valahol itt elvágtam, alatta kezdődött a Magdi, és ez volt a plakát. Na hát persze, ez egy jó játék volt. Svájc. Svájc. Elfogyott a levegő, Várszegi Gabi névházasságot kötött, és elment Amerikába, Hegedűs Azzal Laci. Mr. Fotex, Várszegi Gábor, igen. Igen, Gemini. Hegedűs Laci, aki a Loksit menedzselte, névházasságot kötött és elment Nyugat-Berlinbe, én meg elmentem Svájcba. És aztán? Aztán hazajöttem. Még azért egy mondatot mondjál Svájcról, hogy ott megtaláltad a számításodat, tehát úgy éltél, ahogy nem akartál, nem? Nem. Az egy tévedés volt nekem. Svájc volt a tévedés, mert ez egy olyan zárt közösség, és olyan nehezen fogadnak be külföldit. Lehet, hogy az én hibám is volt, sőt, egészen biztos, hogy az én hibám volt, hogy nem tudtam oda gyökereket ereszteni. Én akkor már televíziós akartam lenni, azzal a céllal is mentem, hogy váltok, már nem zenészekkel akarok foglalkozni, hanem televíziós, filmes akarok lenni. És a svájci tévében ahányszor jelentkeztem munkára, mindig azt mondták, hogy Mihály úr maga nagyon alkalmas lenne erre a posztra, de ameddig egy svájci úr kint a folyosón, addig mi nem veszünk fel egy külföldit. Úgyhogy aztán egy csavarogtam, Ausztriában sokat dolgoztam tévésként, és aztán egyszer csak összetalálkoztam a Hegedűs Lacival megint, akivel pályatársak voltunk, aki fölvett engem a multimédiához film és televíziós ügyek igazgatójának, és egy csomó nagy koncertfilmnek lettem a producere. Teljesen váratlanul számomra. Például a Queen-é azért is? Például a Queen-é, de például a Scorpions-szal készítettünk egy nagyon híressé vált turnéfilmet, Uriah Heep-el, mit tudom én ki mindenkivel. A Queen-nel mennyi dolgotok volt egyébként? Szóval egy ilyen koncertet előkészíteni, az mennyi ideig tart? Majd belehaltunk. Az egész az úgy jött létre, hogy nem tudtuk volna kifizetni a stadion koncertet, mert olyan drága volt a technika, hogy azt magyar jegyárakkal nem lehetett megcsinálni. Próbálkoztunk azzal, hogy készítsünk egy élő lemezt, amire azt mondta a Jim Beach, a Queen producere, hogy az hülyeség, az bárhol meg lehet csinálni. Mondtuk, hogy akkor egy koncert. Mondták, hogy de hát a Wembley-ben most vett fel a BBC, azt biztos nem tudjátok überolni. Amire azt mondtuk, hogy de hát van ez a magyar
operatőr generáció, akik között három Oscar-díjas is van. És ezeket ismerte a Jim is, meg a Mercury is. És azt mondja, és elhozzátok az Oscar-díjas operatőröket? Mondjuk hát ez nem biztos, hogy a Zsigmond Willit, vagy a Kovács Lacit, egy Z-betűst azt tudunk hozni, a Zsombolyait, ugye? A Zsombolyai volt a rendezője, nem operatőr volt, de a Zsagályi elemért már is tudtuk hozni. hogy stimmeljen a Z, igen. Zsagályi. De valami eszméletlen volt valami, nem tudom, 30 kamera? Vagy 17 kamerával forgattuk. Ott volt az összes nagy magyar filmoperatőr. Annyi filmet forgattunk el, mint amennyit a Ma film egy év alatt. Ezt mi elforgattuk 3,5 óra alatt. És ott a koncert előtt másfél nappal esett le nekem, hogy én filmoperatőröket szerződtettem egy koncertfilmhez, akik ahhoz vannak hozzászokva, hogy... Instruálják őket? Hát, hogy mozgathatják a művészt. Szóval az első próbán Ragályi Elemér állt elől a fárcsínen. Freddie Mercury énekel egy notát, az Elemér így integet, excuse me, és Mercury megállítja a bandát, azt mondja, hogy mi van? Azt mondja az Elemér, hogy visszamennél oda a dob mellé, leszeretném próbálni az élességet veled. És így kidudorodott a Freddie Mercury szem, és azt mondja, you must be out of your fucking mind. Azt elvesztetted az eszed. És ment tovább, és soha többet nem kaptunk segítséget. És mondom, Jézus Mária, mi lesz ebből? Hogy fogjuk ezt megcsinálni? Bele is betegedtem egyébként, és én lefeküdtem, és 24 órát aludtam, mert belázasodtam. Én ott hagytam abba a dohányzást egyébként ezen a koncerten. De aztán kiderült, hogy ez nagyszerűen működik, mert a magyar operatőrök, azok egyik nap koncertet vesznek fel, a másik nap fotballmeccset forgatnak, a harmadik nap játékfilmet készítenek, úgyhogy az Elemér zökkenőmentesen átállt arra a habitusra, hogy neki egy koncertfilmet kell csinálni, csak ő szeretett volna egy olyan míves holmit építeni ebből, mint amit játékfilmesként szokott. Hát azért végül is nagyon míves lett. Mint amit a Scorsese filmben van, ahol a Stones-t a Scorsese instruálja, hogy innen menjél oda, és onnan gyere ide. Ők megcsinálták. Igen. Igen. Hát lehet, hogy a Scorsese és én közöttem ennyi volt a különbség, hát, hogy neki megcsinálták. Hát jó, a Scorsese az, mit tudom én, 30-40 éves barátja mondjuk a Mick Jaggernek, tehát szóval ott azért egy más helyzet volt, ez így egy ilyen kölcsönös nagy elhatározás, hogy mind a kettőnek egy nagy trúvája ez a dolog, szóval ott azért valószínű más aspektus, mint hogy átjönnek az esküvő mögé. Persze, meg a stadion volt, az egy színházterem volt, úgyhogy ott egyszerűbb volt. Igen. És más volt a funkciója a dolognak. Mm-hmm. Itt az alapvető funkció az volt, hogy lehetett megoldani a koncert finanszírozását, és úgy lehetett megoldani, hogy elkészítünk egy filmet, aminek a többségi tulajdonosa a Queen lett. Kelet-Európa megkapott mozijogokat hozzá, és lett belőle egy sikeres koncert. És akkor ez már egy lépés volt az Intercom felé, de még mielőtt Intercomoznánk, térjünk vissza az Omegára. Ugye itt van egy újság, a 25 éves, a régi Csibészektől a Fekete Pillangóig, ezt így megmutatom, de aztán esetleg közelebbről is Omegazin. Megnézzük. Omegazin, mert hogy nem magazin, hanem Omegazin, magazin, igen, és le van takarva, tehát magazin, ez nagyon jó pofán meg van csinálva. Ugye 25 év, volt nálatok egy ilyen nagy válás. Igen, ez 87-ben volt ez a 25 év. 25 év, 87, igen. De volt előtte volt egy nagy válás, ugye az, hogy kiváltak a presszerik. Tehát az egyik része a történetnek az volt, hogy jött a presszer, és utána az volt, hogy kivált ugye a presszer meg a Laux. Igen, na, meg az Adam is. Meg az Adam is. Igen, igen. Hát ő mint szövegíró, igen, igen, ő nem volt a színpadon. Azt bizonyára tudják a kedves nézők, hogy az Omega számok nagyon nagy részének te vagy a zeneszerzője. Hát egy részének. Egy zeneszerzője, igen. Mondjuk. Vajon amikor a presszer ott volt, és ugye addig te voltál a zenei főnök, akkor ezt a zenei főnökséget hogy osztottátok meg? Előtte nem én voltam. Nem. Tulajdonképpen amikor én oda kerültem, akkor... Én csak egy voltam a zenekari tagok közül, mert akkor angol számokat játszottunk. Mondjuk annak a betanításába volt nekem nagy szerepem, de igazából az Omega országos népszerűségét, elismertségét az alapozta meg, hogy odavittem a picit, és a pici
pedig elkezdett magyar számokat komponálni. Ez hogy te vitted oda? Mert ezt most hát többször hallottam, ismertem. Hogy oda vitted, és akkor te arra gondoltál, hogy akkor... Igen, szóltam a Lauxnak, hogy te figyelj, nekem van egy konzis évfolyamtársa, mert nem voltunk osztálytársak, csak évfolyamtársak, de jó haverok voltunk. Zongora, és tudtam, orgona. Tudtam, hogy ő Marajó zongorázik, és egyébként meg komponál. Ehhez a Benkő mit szólt egyébként? Mert a Benkő volt az orgonistája, a szintetizálatorosa az együttes. A Benkő az egy baromi érdekes egy figura, akkor is nagyon érdekes figura volt, mert tulajdonképpen neki utálnia kellett volna ezt az egész dolgot, hisz az ő helyére jön valaki, aki feltételezhetően jobban zongorázik, orgonázik, ráadásul még zenét is szerez. És a Laci nem ezt csinálta, a Laci örült neki, hogy jön, mert a banda ezáltal jobb lesz. Ugye. És gondolta, hogy majd kitalálunk, majd a Pici fog zongorázni, ő fog orgonázni, vagy a Pici orgonázni és ő zongorázni, szóval hogy valami megoldása lesz a dolognak, de az biztos, hogy az Omegának a hasznára válik az, hogy jön a Pici. És ez így is történt. Aztán kitaláltuk a Lacinak, hogy furujázott, tangóharmonikázott, citerázott, trombitált, mit tudom én, mindent csinált, csörgődobozott. És egy jellegzetes figurája, arca maradt. Igen, az Omegának. Ez is benne van a könyvben, hogy már cukkoljalak, hogy minden tiszteletem és elismerésem a Benkő Laciért, hogy nem fordított hátat nekünk, mert ezt neki nagyon nehéz lehetett emberileg feldolgozni, egy zokszava nem volt. Ő alapjában egy hihetetlenül pozitívan gondolkodó ember. A Benkő Laci? Nagyon jó ember, nagyon nyitott, nagyon könnyedén fogad el új helyzeteket. Fantasztikus. És nem tolja magát előtérbe, tehát ehhez az is kellett, hogy a Laci nem volt hiú. Vagy ha hiú is volt, egy bizonyos egészséges szintig volt csak hiú, és elfogadta ezt a helyzetet. Viszont a banda szekerén meg rettenetes nagyot lendített az, hogy jött a Pici, mert egyrészt elindultak a magyar számok, másrészt meg megnyertünk vele egy táncdalfesztivált. Hát azért ugye, és ezt nem egyedül nyertük, hanem az Alatnai Cinivel nyertük, az igazsághoz hozzátartozik, de hát ott egy ország megőrült értünk. Tehát olyan másfél óra alatt még nem lett banda országosan ismert, mert mi az első elődöntő előtt hát Budapest 5. kerületében tudták, hogy mi az az Omega, meg mondjuk játszottunk egy pár ilyen jogászbált, meg ilyen maraságokat, de nem voltunk egy ismert banda. Láttak már minket itt-ott, amott, de a Tánza Fesztivál volt az, ami az országos népszerűséget meghozta nekünk. Amikor a Presser volt, akkor a te helyzeted az milyen volt? Tehát akkor ő abszolút egyed uralkodó módon csinálta a zenei vezetést? Tehát persze. Ott nem volt itt most vita. Lehet utólag mindenfajta önfényezéseket előadni, de nem érdemes. Hmm. Tehát ameddig a Pici ott volt, 1971-ben mentek el. Ami azért is érdekes, mert ő a legfiatalabb volt a többieket viszonyítva. Hát nem. Mert a Molnár Gyuri 49-es, a Pici 48-as, én meg 47-es vagyok. Tehát köztünk egy fél év van, a Molnár Gyuri meg egy évvel még nála is fiatalabb volt, de hát nagyon fiatalok voltunk, könyörgöm, hát 20 év körül. Nagyon precízek vagyunk. Az előbb egyébként akartam beszólni neked, Tamás, hogy ezentúl csak azt csinálod, hogy így a könyved ott lesz, és azt tudod, hogy benne van, és olvasd el, de hát én szerintem igen, azért érdekesebb az, hogyha te meséled el egyébként azokat, az, hogy ugyanazokat a dolgokat kell elmesélni, amik na de most csinálunk, bocsáss meg, hát csinálunk egy beszélgetős televíziós műsort, most mit kéne, hogy hát nem tudom föl, a Szamoci meg... Palit ide ültetni, és akkor olvasná nem, fel, és akkor részleteket, és a pár, akkor felolvasom a végét, jó? Ez nekem nagyon tetszik, ugye, hogy ja igen, majd elfelejtettem, pedig mindenképpen látszik, humorom nem sok van, viszont állati jóképű vagyok. Na most ehhez képest, hogy én erre készültem, mert humorod is van sajnos, úgyhogy nagyon össze kell, hogy kapjam magam ahhoz, hogy itten tartsam a ritmust. Mikor emlékek sincsenek már, mikor úgy érzed semmi se kár, mikor azt hiszed a szíved megáll, talán álmodban érem halál. Ha nehéz is ébredj most fel, ez könnyű, csak dúdolnod kell. Ez az olcsó kis közhelyes dal segít, hogy élni akar.
Gyuritól, mert megy az idő nagyon, és ezt az interkomos dolgot azért én szeretném megkérdezni tőle, akkor te, mint dramaturg, egyetértesz azzal, hogy egy kicsit interkomozunk, és aztán zárjuk az Omegával, jó? Lehet? Nem lelkesen, nem szállni, szóval lelkesen nem, válaszokat nem, szeretnék, nem, akkor én, jöjjön, a, jöjjön ahogy, az interkom. Igen. Az úgy volt, hogy valami tök blőd koncertet rendeztünk éppen a kis stadionban, 2 évvel a Queen után. És összefutok a Gárdos Istvánnal, akit az elején mindjárt mondtam, és mi van veled? Mondom, most jöttem a Szovjetunióból, hulla vagyok. Mit csináltál? Forgattam. Mit? Mondom, koncertfilmet. És fölemelkedik mellette egy köpcös pali nagy szivar, és azt mondja, és van valami vágóképed Moszkváról? Mondom, kilószámra, amit akarsz. Ez volt a Vajna, akiről azt se tudtam, hogy eszik-e vagy iszák, aki a Vörös Zsarút forgatta Budapesten Moszkva helyett, és nem engedték be a Szovjetunióba forgatni. Ehhez képest 1 hét múlva a Schwarzeneggerrel a Vörös téren forgattunk, mert én el tudtam intézni azt, hogy kapjon forgatási engedélyt. Itt találkoztunk össze, 1 fél évvel később a Gárdos megkeresett, hogy ők a Vajnával már évek óta gondolkoznak azon, hogy egy filmforgalmazó céget csinálnak. Hajlandó volnék én oda jönni dolgozni. Mondom, és mit kéne csinálni? A Gárdos azt mondja, te lennél az igazgató. Mondom, ne hülyeskedjél már. Szóval, és mit kéne csinálni? Hát azt mondja, filmeket forgalmazni, például a Disney-t. Mondom, a Disney-nek lehetne dolgozni? Mondja, igen. Akkor mondtam, hogy jövök. Elfelejtettem megkérdezni, hogy lesz-e fizetésem egyáltalán. Úgyhogy a Gárdos Istvánnal 2-esben voltunk az igazgatók, az Andy volt a mi mesterünk, aki nem volt benne az operatív vezetésben, csak van olyan elképesztő tudása van. Nem csak kapcsolatai, akárki akármit mondja, a világ 10 legnagyobb producere közül az egyik. És nem tudtunk olyat kérdezni, amire neki ne lett volna válasza. És az ő segítségével a 2 vagány fiatalember energiájából fölépült az ország legnagyobb médiavállalata. Na most azt tudjuk, hogy fantasztikus karriert futottatok be, hogy a cég fantasztikusan sikeres lett. A egyetlen egy kérdésem maradt ezzel kapcsolatban, hogy te miért szálltál ki ebből? István meghalt, ő volt a mérleg nyelve kettőnk között. Az Andy is kemény fejű volt, én is kemény fejű voltam. Én nekem nem jött le az, hogy a mestert azt minden körülmények között tiszteli az ember. Állandóan egymásnak csattantunk, és lett egy pillanat, amikor azt kellett mondani, hogy valamelyikünk megy. Nekem nagyhasú feleségem volt, 20 éve vártam arra, hogy gyerekem szülessen, mondtam, hogy megyek haza én. Andy azt mondta, hogy vigyem én a céget, vegyem meg. Mondtam, hogy nem, megyek haza. És a azóta még mondta, 2 gyermeket, tehát összesen 3. Azóta lett 3 gyerekem, abban nagyon szorgalmas voltam. Tomi mondta, hogy ne hülyéskedj, mert ahogy akkor hívtak RTL Klub vezérigazgatónak, a Tolvaj hívott a saját helyére, HBO közép-európai elnöknek, mit tudom, mit csinál, és mondtam, hogy nem. A Tomi mondta, hogy vigyázz, 3 hónapig tudod visszautasítani, soha többet nem hívnak. Megígérem neked, hogy majd ugye te ebben a passzív házügyben te egy nagy mozgalmár vagy, én megígérem neked, hogy majd voltam egy másik műsorban, vagy voltál, és van erről ugye a Fészeklakók címmel ez a bizonyos DVD-d is. Másik alkalommal külön ezügyben egy másik műsorban el foglak hívni, jó? De muszáj, hogy az Omegával... De azt akkor ezt úgy csináljuk, hogy akkor a Tomi jön, és akkor én pofázok, és ő hallgat engem. Én leszek hát a passzív ház. Bocsáss meg, azért beszéltél eleget. Tomi, gyerekekről mondj eleget. Egy mondatot, légy szíves, a te saját családodról. Az én családomról? Igen. Van 3 gyerekem, meg egy aranyos feleségem, semmi bulvár, semmi celeb, tök normálisan élünk, mint bármelyik magyar család. Nagyok már a gyerekeim, már unokám is van, akit imádok, a Lilikémet, az életem központi eleme. Még annyit el kell mondanom. Én is a könyvről akartam kérdezni, nem hiszem el. De ez igen? Nagyon fontos, most igen? Az unokámról jutott eszembe, és ezt nagyon-nagyon-nagyon komolyan gondolom, igen? Hogy én azt gondoltam, hogy én nekem gyönyörűséget okozott az írás, és én nem szeretnék profi író lenni, én csak ilyen bocsináta író vagyok, aki örül, hogy írhatott egy könyvet az érdekes életéről. Most éppen ezért azt gondoltam, hogy engem nem is illet meg a díjazás, hanem én azt a felajánlást tettem, hogy a
honoráriumom 50%-át felajánlom a gyermekétkeztetési alapítványnak, mert viszont mióta unokám van, azóta még sokkal érzékenyebb vagyok arra, hogyha egy gyerek éhes, és nem bír jól lakni. És ebből szeretnék egy mozgalmat csinálni, és minden ilyen hozzám hasonló bocsinált a celebírót, aki pókot eszik meg, mit tudom én, mindenfajta helytelenségeket csinál, amiket aztán leír szépen, jó sok pénzt keres a könyveiből, hogy nyugodtan lehet a példámat követni, fel lehet ajánlani a könyv tiszteletdíjának ilyen-olyan százalékát, azért, hogy gyerekek jól lakhassanak. Azt gondolom, ez elég fontos dolog ahhoz, hogy ezt még el kellett mondanom. Igen, hát ezt ugye akkor mi most közreadtuk, és természetesen támogatjuk az ötletet. A lényeg az, hogy tényleg minél több gyereket jól lakatni, mert nagyon rossz a helyzet az országban. Nem akarok senkinek rossz kedvet csinálni, bocsánat, de ez az igazság. Még egyetlen dolgot szeretnék tisztázni ezt a végén, ugye, hogy nem teljesen happy endes ez a könyv, hiszen van ez az Omega Szimfónia című történet. Jól mondom, hogy Omega Szimfóni? Omega Oratórium, most éppen oratórium. Így hívják. Akkor igen. Az a lényeg, hogy szimfonikus zenekar kíséri a ti számaitokat, és igen. Szimfonikus hangszerelésben adják elő. Igen. Ebből te kimaradtál. Ki? Te nem vagy az előadók között, de hát a te műveidet is játsszák ott szépen sorra. Ez most egy öriharit jelent, vagy pedig számíthatunk azért arra, hogy békében és barátságban még majd színpadra léptek közösen, meg esetleg csináltok számokat is? Hát az utóbbit azt nem tudom, ahhoz azért egy nagyon mély levegőt kéne venni, de ebbe az egész Omega sztoriba, az 52 éves Omega sztoriba egy nagy életmű koncert még bizonyára benne van, ami az én elképzelésem szerint mindenkinek részt kellene rajta venni, akinek valaha köze volt, vagy meghatározó szerepe volt az Omegában. A Presserpicinek, a Somlónak, a Laux Józsinak, a Vitek Marinak, a Zalatnai Cininek. Tehát mindenkinek békében és szeretetben. Békében megengeded, szeretetben. Hogy javasoljak egy producert ehhez a koncerthez? Mihály Gyuri az a neve, Mihály Gyuri doktor. Nagyon szépen köszönöm a Mihály fivéreknek, hogy itt voltatok. Nem tudom, sokszor szerepeltetek már így közösen? Soha életem. Soha akkor életem. Ez külön megtiszteltetés, hogy együtt idejöttetek hozzám. És megköszönöm a kedves nézők figyelmét is. Ennyi voltunk mára, és akkor várjuk ezt a jubileumi Omega koncertet. És hát nem tudom, mert ez ugye nem reklámműsor, de nagyon kellemes olvasmány ez a Basszus Omega, úgyhogy ajánlom a figyelmükbe. Viszontlátásra!